Csak az utóbbi egy hónapban 25 ezerrel nőtt a zárolt számlák száma Szerbiában. Ennek leggyakoribb oka a munkahely elvesztése, a fizetéscsökkenés vagy a rendszertelen bevételek. Egy olyan személlyel beszéltünk, aki nem kívánta felfedni kilétét. Amint valami változik, fel kell fogni, hogy a bank az nem fog se kegyelmezni, se kivételezni senkivel. Hogyha bajba jutunk, akkor viszont nagyon bajba vagyunk. Ha nincsen a megfelelő szülői háttér, vagy nincs megfelelő haverok, akinek van pénz, aki tudnak húzni a bajból, ha hitelt, újabb hitellel akarjuk rendezni, akkor örök körbe és örök bajba fogunk keveredni. Tapasztalatból tudom. A banki ügyfelek érdekvédelmi szervezete szerint sem érdemes adósság spirálba kerülni. Kada se jednom uđe u kreditni biro, 3 godine nema brisanja, znači opet tu je teža mogućnost da se podigne novi kredit kako bi se postojeći refinansirao, a i podizanje novog kredita faktički predstavlja prelazak iz jednog duga u drugi. A bankok többsége nyitott arra, hogy az ügyféllel közösen oldja meg a fizetésképtelenség problémáját, meg akar állapodni a törlesztővel, mégpedig úgy, hogy ez megtérüljön a számára. Mindig megpróbáljuk a megfelelő utat megtalálni a megtérülésre, és csak a legvégső esetben, amikor úgy látjuk, hogy már nincs lehetőség, vagy az adós is úgy gondolja, hogy ez az egyetlen lehetőség, akkor nyúlunk a jogi behajtás eszközeihez. Előtte azonban több, mindkét félnek előnyös megoldást is számba vesznek. A pénzintézetek adhatnak például türelmi időt, vagyis felfüggeszthetik a hiteltörlesztést, és csak a kamatokat kell havonta kifizetni. Ha munkanélkülivé válik az ügyfél, a türelmi idő lehet akár 2 év is Szerbiában.